az autó történelméhez visszakanyarodva még egy pár szót arról, hogy mi is történt, hogy is lett vége. A gyár még a mai napig fent áll, két évente el szoktunk menni a viszontlátogatás jegyében elmenni a varsói Polszki Fiat gyárba, és ott leroljuk a tiszteletünket magyarokként is egy ugyanilyen felvonulással. A 67-ben induló gyár a 90-es évek elején zárta be kapuit. Több változás történt a típuson belül, amit a lengyel mérnökök eszközöltek ki. Tudnélik, az autó a kezdetek óta a 80-as évek elejéig egy licencia Fiat feliratot kapott a jobb oldalára, ami arról szólt, hogy a Fiat gyár engedélyével gyártott autó volt, és Fiat gyár mérnökei hozzájárultak ehhez, hogy ez az autó így nézzen ki, és így formába rója az utakat. A lengyel mérnökök több változást eszközöltek a 80-as évek elején, és akkor hát a Fiat gyár megvonta ezt a licensz támogatást. Ilyen apróságok miatt például, hogy belülről nyitható lett a csomagtérajtó, különböző helyre nem kerültek fel olyan disztrécek, amik az előző típusban fönt voltak, de aztán gyakori rozsdásodást okoztak. Tehát gyakorlatilag változások voltak, és hát aztán ugye jött a nyugati autó őrület, ami betört a vasfüggönyök erre a felére, és hát ez elsöpörte ezeket a keleti autógyárakat. Sajnos kevesen vagyunk még mindig, akik ugye ezt próbálják megmenteni és fönntartani.